Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Először is megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója. Ott, ahol Szaturnusz bolygó mozog, mindig vannak sorsdöntő döntések, találkozások, változások. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is. Az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében mozog. Tehát itt mindenkinél lesznek sors döntő változások, események. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, gyakran kihat bírósági ügyekre. Jupiter bolygó a szomszédos jegyben, a halak jegyében mozog, és úgy hat, mint jó szomszédoknál, tehát segít ebben az ügyben. Mars bolygó az jelenti az élet erődet, hova fektesd be az erődet, de jelentheti a lelki társadat is, jó hatással van, hiszen Mars bolygó a kos jegyében mozog, ami a tűz eleméhez tartozik. A vízöntő jegye pedig a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Merkur bolygó és Vénusz bolygó a bika jegyéből nincs jó hatással a vízöntő jegyére, de Merkur bolygó a határon van, és áttér az ikrek jegyébe, akkor javul a helyzet, ami a kommunikációt vagy szerződéseket illet, de Vénusz bolygó még kihat, ahol korlátozások vannak, vagy a szerelmi élet területén, vagy van egy nő a közeledben, ez lehet egy barátnő, egy ismerős, egy kolléganő, vagy valaki a családból, ahol nézeteltérések lesznek. És megnézzük, hogy milyen hatás van még. Július 13-án teli hold van, Nunki csillag hatása alatt. A teli hold megvilágít valamit, oda kell figyelni ezekre a témákra. Nunki bolygó jelent egy bizonyos helyet, ami erőt ad számodra. Ez láthatóvá válik. Nem csak a teli hold miatt, hanem az indiai számítás szerint a nap július elején még az ikrek jegyében van, ami szintén megvilágít valamit, jó hatással van a vízöntő jegyére, hiszen mindkettő a levegő eleméhez tartozik, megvan a harmónia. Július 28-án új hold van, ez azt jelenti légy visszahúzódó, meditálj valami felett, itt kapcsolatokról van szó. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad. Ez lehet egy bírósági ügy, ahol ezen a napon megállnak az események, és ez a visszatekintés, ez a visszafele haladó mozgás azt jelenti, még át kell valamit vizsgálni. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és fölötted nincs kártya.
az jelenteni a gondolataidat, a terveidet. Vagy azt közli, hogy visszahúzódó vagy, és nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, vagy ez a jóslás tanácsot ad számodra, ha valamit tervezel, ne beszélj róla. Különösen, amikor munkahelyi szerződésekről van szó, hiszen itt egy vonalban vagy a horgonnyal, és a horgony jelenti a munkát, a hivatást, a gyűrű, a kapcsolatokat és a szerződéseket, az utak jelentik a lehetőségeket, a választásokat, a döntéseket. Itt megjelenik ez a kígyó. Ez a kígyó jelenthet megújulásokat, gyógyító erőt, a változásokat, de jelenthet egy nőt is. És te, mint hölgy, megjelensz az ő gondolataiban, mert ott vagy fölötte, és ez a nő így figyelget rád. Keresi veled a kapcsolatot, úgy tesz, minthogyha ártatlan lenne, mint ez a gyermek, és a kála virág jelenti azt, hogy itt tisztázódik valami, tehát azt közli veled, hogy ő akar veled itt valamit tisztázni, veled beszélni, ez szerencsét hoz számodra, különösen ami a munkát, a hivatást illeti, ez lehet egy új kezdet. De ha megnézzük a körülötte lévő kártyákat, ez a nő nem ártatlan, nem akar jót neked. Ő nem akar veled semmit tisztázni, hiszen fölötte itt a hegy azt jelenti, hogy itt korlátozások vannak, vagy megnehezíti a döntéseidet. És itt mellette, illetve a közelben ez az ostor, azt jelenti, hogy ez a nő ostoroz téged, meg akar bántani szándékosan, és itt van egy vonalban veled, itt alatta a felhő, és ez azt jelenti, hogy az, amit közöl, az elbizonytalanít téged. Ezáltal minden olyan átláthatatlannak tűnik, és ezt szándékosan csinálja. De szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát el tudnak bizonyos kártyákat távolítani. Az egerek eltávolítják az ostort, ezt a szándékot. Nem tud téged megbántani, hiszen te eltekintesz felőle. Az egerek eltávolítják a felhőt, mindaz, ami olyan fátyolosnak tűnik, olyan titokzatosnak, átláthatatlannak, sőt, az egerek el tudják ezt a nőt távolítani. Itt a kasza szintén arra utal, hogy ez a nő eltűnik. Az is lehet, hogy ez a nő jelen pillanatban vállófélben van, és a gyermek utalhat arra, hogy vannak itt gyermekek is, és így rá tudsz jönni, hogy kiről van tulajdonképpen szó. De annak ellenére, hogy ez a nő hamis, itt vannak azért jó barátok is, vagy lesznek új barátságok. Itt az utak jelentik az élet utakat, a gyűrű, a kapcsolatokat, és ezek az új barátságok lehetnek külföldről, hiszen ez a hajó jelenti az utazásokat, a külföldi kapcsolatokat, és itt megvan a bizalom, az elismerés és a szerencse. Itt előre mennek a dolgok, nem csak ami a munkát illeti, hanem ami az otthonodat illeti, ami a szerelmet illeti. A lelki társad itt látható, vagy ez a férfi utal a férfiakra is.
A fölötte lévő kártyák jelentik az ő gondolatait. A könyv utalhat az ő tudására, vagy egy továbbképzésre. Előtte a fa azt jelenti, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. A fa jelentheti az egészségügyi témákat is, és akkor a könyv az ő tudását vagy továbbképzést, és előfordulhat, hogy ezen a területen dolgozik. Itt lesznek változások. Mögötte megjelenik a kulcs és az utal az ő magabiztonságára, de a cselekvésekre is, hiszen ő bizonyos dolgokat lezár, vagy ezzel a kulccsal ki tudja nyitni ezt az ajtót, és ezek a lehetőségek, és ő él ezekkel a lehetőségekkel, hiszen a gólyák jelentik akkor a változásokat. Itt mellette megjelenik a ravasz róka, valaki hamis volt vele szemben, különösen amikor pénzügyi dolgokról volt szó, hiszen a halak jelentik a pénzt. Itt ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, ez pénzzel áll összefüggésben, vagy jelenthet egy bírósági ügyet is. Mivel a bíróság alatt megjelenik a koporsó, az lehet egy örökösödési ügy, ahol valaki megpróbálja őt becsapni, és itt anyagiakról van szó. Ő szeretne valamit változtatni. Számára fontos a nap, hogy kiderüljön az igazság, legyen siker, megvan kettőtök között a vonzalom, itt a csillagok szerencsét hoznak, vagy megvan a bizalom nála, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagokban megvan írva. Itt a medve jelenti az ő élet erejét, és tud bizonyos dolgokat tisztázni. Itt vannak a változások, ami kihat az érzelmekre. A hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, de a hold jelenthet anyai témákat is. És a hold összefüggésben áll a kulccsal, ezzel az ajtóval, az anyagiakkal és ezzel az ingatlannal. Ez a ház lehet az ő otthona, a környezete, a szomszédok, a rokonok, vagy a szülői ház. Itt lesznek változások. Ez a kártya jelenti a mozgást, ez lehet sport, vagy egy autónak a vétele. Itt a virágcsokor jelenti a kellemes meglepetést. Itt anyagiakról is szó van, a családról, az otthonról és a szerelemről is. És itt vannak a változások. Itt ez a kereszt összefűz benneteket. Itt kettőtök között látható, és az jelenti azt, amikor a sors utatok kereszteződik. Tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Ez a kereszt jelentheti a vallási témákat, vagy egy spirituális területet is. Amit ez a kereszt még jelent, ezek a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet a változás a párkapcsolatot illetően, és a gyermek utal ebben az esetben egy új kezdetre. Ami a téli hónapokban nehéz volt, az itt most tisztázódik, rendeződik, itt van a szerencse, az új kezdet, és itt a kereszt jelenti az új irányt, a változásokat.
És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek, ez elmúlik, hiszen a kassa elvágja a hegyet, a kassa elvágja az ostort is, ami a fájdalmakat jelenti. Itt kiderül az igazság, megvan az életerő, itt tisztázódik valami. Ha egy hölgy vagy, ne beszélj a terveidről, mert van egy kíváncsi nő a közeledben. A hónap elején még valami túl sok, hiszen eltekintesz a képektől, de július hónap közepéig rendeződnek a dolgok, itt van akkor a szerencse, az új kezdet, a kapcsolatok, a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat is. Általánosságban lehet mondani, hogy szerencséd lesz, vagy lesz itt egy spirituális terület, tanulás, továbbképzés, ez adja az élet erőt, lesznek változások, ami az anyai érzelmeket illeti, ez lehet egy kisbabának a születése is, hiszen a gólyák és a hold erre is utalhat, de a hold általánosságban jelenti a vágyaidat, az álmaidat, ez megvalósul, hiszen a nap segít ebben, itt van az élet erő, de légy még kicsit türelmes, mert úgy hónap közepétől alakulnak majd jobban a dolgok. Második hét július hónapban itt látható, ez a férfi valamit szeretne tanulni, vagy eddig zárkózott volt veled szemben, itt megváltozik valami, a gólyák jelentik a változást, és itt kinyílik ez az ajtó, tehát ő nyitottabb lesz, és itt látható egy új kezdet, ez a kapcsolat vele olyan hirtelen jön, erre utal a kasza, egy olyan pillanatban, amikor nem is számítottál erre, a sors utatok kereszteződik, lesz találkozás, itt rendeződnek a dolgok, ő ebbe az irányba tekint, és szeretne valamit változtatni a munkáját, a hivatását illetően, a gyermek utalhat egy új kezdetre, ami szerencsét hoz. Itt vannak a lehetőségek, hiszen kinyílik ez az ajtó, és a levél jelentheti a szerződéseket. Harmadik hét július hónapban itt látható, jó kapcsolataid vannak, lehetőségeid, hogy a munkádat, a hivatásodat illetően legyen változás. Itt vannak a döntések, a baráti segítség, a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, nagyon jó kapcsolatok külföldről, de légy óvatos, mert itt van egy hamis nő, aki nagyon jó indulattal közeledik hozzá, de ez egy álarc, mert tulajdonképpen ez a nő meg akar bántani téged. Nála fontos az anyagiak, hogy odafigyeljen az anyagiakra, hiszen itt is megjelenik nála a ravasz róka. Valaki ártani akar, hiszen pénzt követel tőle, vagy becsapja őt. Itt a torony jelenthet korlátozásokat, vagy egy bizonyos hivatalos ügyet, bírósági ügyet, és itt látható ez a hamisság, vagy hamis ítélet, tehát át kell vizsgálni a dokumentumokat is. Utolsó hét július hónapban itt látható, ez a nő hamis, átláthatatlan, nem mutatja ki azt, amit akar, de szerencsére az egerek eltávolítják itt a felhőt, sőt, lehet, hogy eltávolítják ezt a nőt is. Itt lesznek akkor változások, előnyös, jó kapcsolatok, külföldi utazás, ez lehet egy nyaralás is,
vagy külföldi kapcsolatok, lehet internet kapcsolat is. Itt előre mennek a dolgok, ami az otthonodat, a családot és a szerelmet illeti. Itt meg lesz a könnyűség, fontos beszélgetések, és ez a hamisság, ami volt a múltban a háttérben, ez lezárul, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. És én is lezárom ezt a felvételt, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!